Az elmúlt egy évben jelentősen megnőtt a kereslet a kerékpárok iránt, ennek csúcsa a tavalyi évben tavasszal volt, azonban népszerűségük azóta is töretlen, ennek azonban a pandémia mellett több oka is van. A környéken kerékpárutak épülnek folyamatban, és ez is a kerékpározási kedvet növelte. Plusz még jött egy olyan szezon, ami valahogy minden szerte Európában egy sokkal nagyobb keresletet hozott, mint az elmúlt években. Ezzel párhuzamosan az alkatrészeket is többen vásárolják. Ennek egyik oka az, hogy ebben a szektorban is akadozott a beszállítás, így több területen is hiány alakult ki. Kerékpárok tekintetében vannak bizonyos típusok, amiket most jobban keresnek. Ilyen például a cross-tracking, ami jó egyaránt könnyebb túrázásra és aszfaltra is. Emellett az elektromos rásegítésű kerékpárokra nagyobb a kereslet. Ez betudható a tavaly év végén indult pályázatnak is. Ez generál szintén a piacon egy megnövekedett keresletet, és nagyon sokan most már élvezik és rájöttek az elektromos kerékpár nyújtotta lehetőségekre. A harmadik népszerű kategória mountain bike, ahol a váz erősebb, illetve a kerék is nagyobb. Ezek általában elől teleszkóppal ellátottak, ami a terepen való közlekedést teszik könnyebbé, azonban vannak már olyan modellek, amelyek elől-hátul is rugósak. Amennyiben valaki vásárlás mellett dönt, a kerékpár mellé érdemes még néhány dolgot beszerezni. Először is a kereszt tartozékokkal el kell látni, ugye ez magába foglalja a világítást, a prizmákat, ami ugye a küllőn is ott kell, hogy legyen. Aztán a biztonsági felszereléshez tartozik még ugye a csengő. Ezen felül, ami a bringás védelmét nyújtja, ugye az a bukósisak, amire most már nagyon sokan rájöttek, hogy egy nagyon lényeges és nagyon fontos tartozéka, úgymond a kerékpárosnak. Emellett vannak praktikus elemek is, mint például túra esetén a sárvédő vagy a csomagtartó.